Szeretett testvéreim, második vatikáni zsinat, amikor a Szent Miséről rendelkezett, elhatározta, hogy előírja a papoknak, hogy nem csak a felolvasott szentírási részletekről kell beszélni, hanem az egész Szent Mise a predikáció tárgya. Ezért kezdtük el a Szent Mise magyarázatát. De lehetetlen nekifogni a Szent Misének az előkészület nélkül. Egy ajándékra elő kell készülnünk. A Szent Mise a pap számára a sekrestyében kezdődik, ti számotokra pedig, ahogy elindultok a Szent Misére. Régen a sekrestyébe ott függött egy nagy imádság, özön, amiből egy részt a papnak el kellett mondani a mise előtt, mise után. Most ezzel foglalkozunk. Nyilván nem az apostolok ideje óta volt ott az a sekrestyébe, de azért jelent meg ez az előkészület, mert mindig megvolt lényegében. Hiszen hol készítjük elő neked a húsvéti vacsorát? Mi csak előkészületünk a misére, de a misét azt nem mi csináljuk. Az Krisztus az örök főpap. Hatalmas ajándékra készülünk. Három zsoltárral indul ez az előkészület, a 83. zsoltár. Első verseiről elmélkedtünk a múlt alkalommal. Mi kedvesek a te hallékaid seregeknek, Ura! Kívánkozik és sóvárog az én lelkem az Úr csarnokai után. Az én testem és lelkem újjong az élő Istenben. Testvérek, ennél szebb előkészület nincs. Mi kell a Szent Miséhez? Az Isten utáni vágyakozás. Másutt azt mondja, hogy a nagy szarvas kívánkozik a forrás vízre. Az az állati szomjúság. Abba a forró nyárba. Ez a szentség kezdete. Ha ez nincs meg, az egész vallás mire épül? Ez a vágyakozás a papi élet lényege. És a híveké is. Figyeled, az én testem és lelkem, az egész emberi test, psziché és lélek újjong az élő Istenhez. Persze azt mondod, hát nekem nincs ilyen vágyakozásom. Akkor vágyakozz a vágyakozás után. Ezt mindenki megteheti. Nem tudok imádkozni. Akkor szeress imádkozni, vágyakozz utána, de mindig, és akkor imádkoztál. Jobban, mint hogyha eleredne állandóan a szádról az imádságnak a szövege. Folytatjuk a zsoltárt. Boldogok, akik a te házadban laknak, Uram, örökkön örökké dicsérhetnek téged. Boldog az ember, akinek segítsége tőled vagyom, minden elhatározta szívében, hogy fölmegy a könnyek völgyén át a hegyre, melyet az Úr rendelt. Éppen most olvastuk, hát még milyen boldogok azok, akik az Isten igéjét hallgatják. Hétfőn éppen arra kértek meg a Református Egyetem Debrecenbe, hogy a lelkészeknek, akik készülnek a hivatásukra, beszéljek a boldogságról. Meglepő, hogy a Biblia embere a Szentírásban egyetlen egyszer nem mondja azt, hogy boldog vagyok. Ilyen nincs a Bibliában. Az embere soha nem mondja magáról. Viszont Isten 118-szor kijelenti különböző helyzetekben levő emberekről, hogy boldogok, anélkül, hogy azok az emberek okvetlenül éreznék azt a boldogságot. Például boldogok, akik a te házadban laknak. Boldog vagy, hogy itt lehetsz a templomban. Boldog, aki felzarándokol a hegyre, melyet az Úr rendelt. Boldogok az irgalmas szívűek. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek. Testvérek, az ember egész élete a boldogság keresésében rejlik, a lényege. De elszakadt valami az emberben, minden elszakadt. Ahogy Istentől elszakadtunk, összezavarodtunk.
és a mai ember összekeveri a gyönyör érzést, a jó érzést a boldogsággal. A gyönyör érzés az nem bűn önmagába. Isten akarja, hogy jól lesen egy nagyon jó ebéd. Hogy milyen jó azt a kisunokádat a szívedre szólítani. Szerelmeseknek találkozni, házasság szentségébe. Ez a gyönyör, ez Istentől van. De elszakadt a forrásától. És most már olyan is lehet, hogy jól érzi magát, de Isten ellen. Testvérek, a gyönyört az állat is érez. De az állat nem boldog. A boldogság az mindig valakivel kapcsolatos. Istennel, emberrel. Köze van a szeretethez. A boldogság az egy akkora emberi esemény, hogy maga az ember nem látja be, hogy mikor boldog. Testvérek, olyan alapvető dolgokról van szó. Ma egy antikultúrába élünk. Sőt, egy civilizálatlan életet élünk Európában. A halálnak a civilizációja van. Talán ismeritek már ez a kifejezés, hogy emós, egy tinédzser. De ez az érzelmekben van. A boldogságot azonosítja azzal, hogy jól érzem magam. Nem biztos, hogy boldog vagyok. És lehet, hogy rosszul érzi valaki magát, és köze van a boldogsághoz. Ahogy nekem egyszer egy asszony mondta, atya, életem legboldogabb pillanata volt, amikor az elsőszülött fiam fölsírt. De én még utána nagyon sokat szenvedtem a szülésben. Tehát szenvedett, de boldog volt. Testvérek, higgyétek el, ezen múlik ma a kereszténység. Ilyen alapokig kell nekünk visszamenni. Nem a kereszténységgel és az evangéliummal van baj, hanem az embert züllesztették le. Azt se tudja, hogy mi a boldogság. És a reklámokkal és a média meg tízezerszeresedi, százezerszer megnagyítja ezeket a dolgokat, ilyen figurákat mutat, ilyen filmeket mutat, ahol a gyönyör, a jó érzés, hogy jól érzem magam, azt jelenti, hogy boldog vagyok. Nem igaz, nem biztos. Testvérek, ezért az ember nem is tudja, hogy boldog-e. Az Úr jelenti ki róla. Boldog az az ember, aki az Úr házába fölmegy, hogy ott imádkozzék. Rólad van szó, aki itt vagy. A templomba igyekvő. Az Isten dicsőre emberrel azt mondja az Isten, hogy boldog. És lehet, hogy nem érez ebből semmit. De nagyobb dolog az, ha az Isten jelenti ki rólad, hogy boldog vagy, mint a te állítod meg magadról, mert az ember össze van zavarodva. Lehet, hogy bűnökbe fetreng, és azt suttogja, jaj, de boldog vagyok. Nem boldog. Csak a gyönyör zabálja és habzsolja. Nem boldog. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy az Isten házába igyekvő ember, hogy az irgalmas szívű ember, a tiszta szívű ember, az igazságért üldözött ember, a sohasem kóstol meg valamit ebből a boldogságból. De testvérek, ennek a boldogságnak, amiről az Isten beszél, több köze van a békességhez. Az utolsó vacsorán mondja az Úr Jézus, békességet adok nektek, az én békémet adom nektek. Ezért köszönt így benneteket, Apa, az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Az igazi boldogság érezhető része a békesség, amelyet az Isten utáni vágytól hajtva az Úr házába igyekvők, az Úr dicséretét éneklők megtapasztalnak. Igen. A szentmisére készülve, az Úr házába igyekezve, a minden értelmet meghaladó békesség világába lépünk be. A könnyek völgyén kell áthaladni, ahogy mondja Zsoltáros, hogy fölmenjünk a hegyre, mert az Úr rendelt. Milyen reális,
milyen szép neve ennek a világnak. Könnyek völgye. In hac lacrimarum valle. Énekeljük a Salve Reginában. A hegyre majd fölírve, a jelenések könyve szerint, az utolsó napon Isten letöröl a szemünkről minden könnyet. De addig is, mennyi könnyet töröl le az Isten az ő szent templomába, gyermekeinek arcáról. És melyik az a hegy, amelyet az Úr rendelt, hogy oda fölmenjünk? Az Ószövetségbe a Sion hegye. De íme le van rombolva a zsidó templom, és egy másik hegyet jelölt ki az Isten, a Golgota hegyét, ahol irántunk való szeretetből meghalt az Isten fia, ahol eltemették, ahol föltámadt. És a szent misében ez mind együtt van. Jézus titokzatos halála, eltemetése és föltámadása. Ha megnézzük a keleti egyháznak a korporáléit, azokat a fehér vásznat, ami nekünk latinoknak egy fehér vászon, őnek meg van festve fekete tintával, a halott Krisztus nyugszik ott, a föltámadás előtti pillanatban. Egy másik helyet jelölt ki az Úr, ez a magas hegy, ahol az ember fölmerészkedik, de csak azért megyünk föl, mert maga az Úr jelölte ki, hogy oda jöjjetek, ez a Golgota hegye, mert áldást ad onnan a törvényhozó. És mennek erősségről erősségre, míg nem meglátják Sion hegyén az Istenek Istenét. A zsidó nem láthatta Istent, csak jelenlétére gondolt. Mi viszont felmutatjuk a misébe, íme az Isten báránya, íme ki elveszi a világ bűneit. Az Úr felmutatás igaz fátyol alatt van, a kenyér színét látjuk, de őt látjuk, ő van itt. Aki elindul a Golgota hegye felé, az már Isten áldásában van. Arra már kiárad a törvényhozónak, az Istennek a kegyelme. Ezért képes legyőzni az út minden fáradalmát, minden kísértését. Egy igazi keresztény embernek úgy kell meghatározni az életét, sok minden utunk van, de örökké az Isten házába megyünk. Míg nem egyszer az örökké valóságba, vele leszünk örökké. És a következő versben megszólal valaki. Seregek Ura Istene, hallgass meg imádságomat. Vedd füledbe, Jákob Istene. Ki könyörög itt a hegyen? Egy fölkent király, hiszen a nép azt mondja, oltalmazó Istenünk, nézd le a te fölkentednek, a te királyodnak arcára. Jobb a te házadban egy nap, mint másút ezer. Az ószövetségi ember még nem tudta azt, hogy ki ez a fölkent király, aki a templomban a nép nevében imádkozik. De már mondta, hogy seregek Ura Istene, hallgass meg a te fölkentednek a kérését, mert Dávidnak lesz majd egy utódja, aki örökké fog uralkodni. Az angyal is így mutatkozik, így mutatja be a szűzanyának az ő gyermekét. Uralkodni fog Jákob házába mindörökké. És akkor lett nyilvánvaló az uralma, amikor harmadnap föltámadt. Testvérek, és most világos, hogy itt a hegyen, a Golgota hegyén, a seregek urának és urához is Istenéhez maga Krisztus könyörög. Atyám, bocsáss meg nekik, nem tudják, mit cselekszenek. Az a fölkent király, akit meghallgat mindig az Isten, az az ő egyszülött fia, akinek a Szentlélek alkotott Mária testében emberi testet, akit a Szentlélek kent föl. Azt olvassuk a zsidókhoz írt levélbe, hogy Krisztus az örök lélek által ajánlotta fel magát az atyának szeplőtelen áldozatul. Testvérek, a szentmisében egy csodálatos dolog történik.
ott az Isten könyörög az Istenhez. Tehát meghallgatást nyer. Ott a megtestesült Isten, a Fiú Isten, a Messiás, a fölkent király kiállt az Atyához a lélekben, értünk. A Szent Misének egyik legcsodálatosabb része. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten. A Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Az egész Szent Misének a lényege, testvérek, akármelyik szentet ünnepeljük. A misébe szó se lehet arról, hogy megszólítjuk a szentet. Egyszerűen nem szó, egymáshoz se szólunk. Legfeljebb azt mondjuk, hogy béke veled. Nem beszélünk egymással. A szentekkel se beszélünk. Krisztussal se nagyon beszélünk. Amikor megáldozunk, szólunk hozzá pár szót, de mi benne vagyunk. És Krisztus beszél az Atyához a lélekben. Ez a mise. Tekints a te fölkented arcára. Milyen szép ez. Introitisként is, bevonuló énekként is énekeljük. Oltalmazó Isten, tekints le, és nézz fölkented arcára, mert jobb a te házadban egy nap, mint ezer máshol. Micsoda romlottság, amikor a misébe olyan dalokat énekelünk, ami kifejezi, hogy én mit érzek, ki kíváncsi rá. Nem az én vallásos érzéseimet kell kifejezni. Itt Krisztus beszél az Atyához. És mi valahogy belekeveredtünk ebbe a csodálatos párbeszédbe. Ott vagyunk, ahol ő van, mert az Atya fiának lelkét adta belénk, hogy így szólhatunk hozzá, de csak a Fiú van, hogy Atya. Testvérek, ez az egyháznak a legmélyebb valósága. Itt csak szentség van. Itt nincsenek hívő híveknek botrányos élete, egyes papok botrányos élete, itt nincs. Az a sajnálatos felszín, ami elszakadt ettől. Itt a mélységben örök szentség van. A misében az Atyaisten a fiára tekint, és benne lát meg minket, aki a mi főnk. Ne ránk tekints, hanem a te fölkented arcára. Hiszen mi az ő titokzatos testének tagjai vagyunk. Jobb a te házad van egy nap, mint másút ezer. Inkább választom, hogy küszöbér legyek Isten házának, mint sem ott lakjam a bűnösök hajlékában. Mert nap és védő pajzs az Úr az Isten, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr. Nem vonja meg javait azoktól, akik ártatlanságba járnak. Seregek Ura, boldog az az ember, aki benned bízik. Lehet ártatlanságban járni? Lehet. Testvérek, a Szent Mise mélyén, ha mi Krisztussal egyesülünk, ha hiszünk benne, hogy itt van az ő halálának és föltámadásának misztériumába, és belépett most a mi életünkbe az áldozás percébe, itt nem megbocsátott bűnösök vannak, hanem ártatlanok. Abban a pillanatban Krisztus szentségében részesedünk. Ártatlanabbak, mint a megszületett gyermekek, mert azok sem ártatlanok. Olyanok, mint a megkeresztelt kisgyermek abban a pillanatban. Ártatlanságba lehet járni, ha csak pár percig is, Krisztussal egyesülve. Seregek Ura, boldog az az ember, aki benned bízik. Megint itt van egy boldogságmondás. Tehát a szentek azt keresték, hogy mikor nevezte az Isten boldognak az ember? Milyen helyzetben, akkor én oda megyek. Tehát nem a boldogság érzést keresték állandóan, az le is aljasíthat valakit. Akár az alkoholizmus, akár a kábítószer, akár bármiféle testi gyönyörnek a rendetlen használata végül is teljesen tönkreteszi az embert. A szentek élvezték ezt az életet. Örültek mindennek, ami Istentől van. De ők azokat a helyzeteket keresték, nem a boldogságot, nem igaz. Azt a helyzetet,
amely helyzetben boldognak mondja az Isten az ember. Ha irgalmas, azt mondja, hogy boldogok az irgalmas szívűek, akkor ők ezért bocsátottak meg. Nem érezni akartak a boldogságot, hanem abban a helyzetben, boldogok a lélekben szegények. Egy Szent Ferenc szegénysége nem szociális szegénység, nem társadalmi tüntetés, hanem teológiai valóság. Egyszerűen azért nem akart semmit se birtokolni, mert olyan helyzetbe akart lenni, amelyre Isten azt mondta, hogy boldogok a lelki szegények. Testvérek, itt egy új aszketika kezdődik, egy új kereszténység. Talán föl se fedeztük még. Most értjük meg a szentek logikáját. Ezért vágyódtak a templomba. Ismétlem, 2000 év óta mutass egyetlen szentet, aki nem volt állandóan a templomba, amikor lehetett. Ilyen nincs. Ezek ott koptatták a templom padlóját. Ezek éjjel-nappal lehetett, ott voltak. Mert boldogok, akik a te házadban laknak. Nem azt a boldogságot keresték, amiről ők emberleg fantáziálódtak, hanem az Úr házába akartak lenni, mert az Úr boldognak nevezi azokat, akik az ő házába vannak. Ugyanúgy, mint most titeket is. Hát még milyen boldog az, aki Isten igéjét hallgatja. Amen.